Valóságos baby boom van a Magyar Nemzeti Nagycirkusz állatainál. A kánikula meghozta hatását, a társulat két egzotikus állata is világra hozta kicsinyét az elmúlt napokban. Az éppen Szegeden állomásozó cirkuszban szerdán egy mongol nőstényteve, tegnap pedig egy zebra és egy szamár házasításából született, úgynevezett zebmár látta meg a napvilágot. Hangos ovációval fogadta a szegedi közönség a Nemzeti Nagy Cirkuszt, amely 25 éves jubileumi előadásával járja az országot. Az állatos produkciók szerves részei a programnak. Szerintem minden egyes állati produkciónak megvan a maga bája. Semmelyik sem hasonlít az előző évekhez képest. A héten azonban nem csak a nézők előtt, hanem a kulisszák mögött is érdekes dolgok történtek az állatokkal. Az édesanyja zebra, és az édesapja pedig szamár, és ebből tulajdonképpen ő egy hibrid állat, egy keverék, és hogy láthatjátok, csíkosak a lábai, és felül pedig teljesen szürke, és hát ez egy egyedülálló kreáció. Ő a legifjabb jövevény. A társulat nagy meglepetésére Vemhez zebrájuk egy zebmárnak adott életet, vagyis a kicsi egy zebra és egy szamár utódja. A cirkuszigazgató elárulta, pont ebben a cirkuszban már tavaly született egy másik zebmár. Nehéz lenne, hogy a szamár és a zebra találkozzon Afrikában, tehát ugye ott nincsenek szamarak, de ugye nálunk itt külön vannak az állatok, de napközben egy hatalmas kifutóban együtt vannak, és valószínűleg így történhetett ez az incidens. De nem csak a zebmár az egyetlen újszülött a cirkuszban. Ez a mongol nőstény púpos teve szerdán látta meg a napvilágot. Édesanyjának, Csacsesznek, ő az első utódja. Ugye szopik az édesanyjától, de egy picit rászoktunk segíteni még az első napokba egy kis tejjel, hogy még jobban megerősödjön. A kis csikók egy év után lépnek majd porondra, azonban a cirkuszok éjszakáján július közepén megmutatják őket a nagy közönségnek. Egyelőre mindkét újszülöttnek nevet keresnek. A javaslatokat a közönségtől várja a cirkusz.